Jó estét kívánok, köszöntöm szeretettel a magazin műsorunk, Szombathelyi Ma közeleti magazin műsorunk kedves nézőit. Hát mintha csak ma történt volna, hogy elköszöntem önöktől, hiszen éjfél környékén búcsúztunk el, én remélem, hogy kialudták magukat, kipihenték magukat, illetve hát aki korán bújik ma ágyba, éppen azért, mert végignézte a választások éjszakájának különböző műsorait, az még itt van velünk, és néhány gondolatban velünk együtt tér vissza majd erre a különös éjszakára. Ha megteszik, akkor köszönjük szépen, hogy megtisztelnek a figyelmükkel bennünket. Minden esetre én a stúdióban első vendégként egy olyan elnök helyettest köszöntök, aki ugyancsak későn feküdt le, ha minden igaz, fél kettőig fent volt, fent kellett lennie, és hát reggel meg már folytatódott a munka, tehát igazából pihenés nem volt. Dr. Popgyákunik Péter elnök helyettest köszöntöm szeretettel, a helyi választási bizottságunk elnök helyettesét. Jó estét, köszönöm, hogy itt van. Jó estét kívánok. Szóval azért sikerült kipihennie magát egy kicsit? Hát mondjuk igen, egy 4 óra alvás azért megvolt. Ugye nagyon sok olyan bizottság, illetve iroda működik a választások során, amelyekről csak úgy hallunk, de nem nagyon tudjuk, hogy mivel foglalkoznak. Azt sem tudjuk például, hogy meddig szól egy-egy ilyen bizottságnak a mandátuma. Aztán hallottunk helyiről, hallottunk területiről, tehát tegyük egy kicsit tisztába a dolgot, aztán beszéljük is meg, hogy önöknek hogy telt a munkájuk a választások előtt, illetve a választások éjszakán. Szóval a helyi választási bizottságnak mi a feladat, és kik a tagjai? Igen, a helyi választási bizottságok, sőt az egész választási eljárást, ugye a választási eljárásról szóló 2013 évi 36-os törvény szabályozza. A helyi választási bizottságot az önkormányzat, tehát a helyi önkormányzat választja meg a választási kampány előtti időszakban, ha jól emlékszem, legalább 42 nappal előtte meg kell választani. A választási bizottságnak, a helyi választási bizottságnak vannak a közgyűlés által megválasztott tagjai, és vannak a jelölő szervezetek által delegált tagjai. Minden helyi választási bizottság mellett pedig működik a választási iroda, amely a polgármesteri hivatal egyes munkatársaiból a jegyző vezetésével fejti ki a munkáját. Önök hányan vannak a bizottságban, a helyi bizottságban? A helyi választási bizottságnak a közgyűlés által megválasztottan 3 állandó tagja és 2 póttagja van. A közgyűlés döntése alapján az állandó tagok dr. Fekete Csilla, akit egyébként a bizottság megválasztott elnökének, ő egyébként 4 évvel ezelőtt is a helyi választási bizottság elnöke volt, dr. Torda Ildikó és jó magam, a 2 póttag pedig dr. Molnár Balázs közjegyző és Hasbót Mária. Meddig szól az önök mandátuma? A választási bizottság közgyűlés által megválasztott tagjainak a következő választási bizottság megválasztásáig szól a mandátuma, tehát tulajdonképpen, mivel a következő önkormányzati választás 5 év múlva lesz, nem 4 év múlva, ahogy eddig volt, ez az 5 éves időszak az, amire szól a mandátumunk. Tehát ugye előfordulhat időközi választás, például lemondás, ne adj Isten haláleset, vagy egyéb ok miatt, az is előfordulhat, hogy mondjuk a képviselőtestület feloszlatja magát, mivel a törvény alapján ilyen is előfordulhat, tehát ezért a helyi választási bizottságnak a mandátuma erre az egész ciklusra szól. Mi a feladatuk mondjuk a választás előtt? Az nyilvánvaló volt, hogy a kampány előtt történik a választás, tehát a kampány időszaka alatt egész biztos, hogy vannak konkrét feladataik. Hát természetes az is, hogy a választás éjszakáján is megkeresedik önöket, de kik és mivel? Hát a helyi választási bizottságnak elsősorban a választás, az egész választási eljárás, az azt megelőző kampányidőszak törvényessége feletti felügyelet, ellenőrzés a feladata, a hozzá beérkező kifogások elbírálása, ezt megelőzően értelemszerűen a képviselő jelöltek nyilvántartásba vétele, ezt megelőzően a
a választáson indulni szándékozóknak az ajánlási ívek kiosztása, majd azoknak a megvizsgálása, a törvény előírásainak megfelelő jelöltek nyilvántartásba vétele, a választási cédulákat is megnézik? Igen, a szavazó céduláknak az adattartalmának az ellenőrzése, a jelölő szervezetekkel való egyeztetése, hogy milyen logó kerüljön rá, az milyen méretben legyen. Ha a jelöltnek mondjuk két keresztneve van, akkor ő kérheti, hogy mondjuk csak egyel szerepeljen. Tehát ez is a helyi választási bizottság feladat, hogy megállapítsa a szavazólapoknak az adattartalmát, és ugye ezt követően kerül az kinyomtatásra. Voltak rendkívüli vagy érdekes panaszok, melyekkel megkeresték önöket? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy elég csendesen zajlott ez a választás, ez az egész kampányidőszak. Néhány kifogással kellett csak foglalkoznunk érdemben. Ezek jó részt arról szóltak, hogy egyes képviselőjelölteknek a plakátjait letépték, vagy átragasztották, vagy összefirkálták, és ilyenkor ugye a képviselőjelölt, ha kifogással él a választási bizottságnál, csatolja a bizonyítékokat, és természetesen az határidőn belül teszi meg, akkor a bizottság ezt érdemben megvizsgálja, és határoz arról, hogy történt-e törvénysértése vagy sem. Ha az elkövető ismerté válna, például egy ilyen plakát letépéses dolognál, akkor eltilthatja őt a további jogsértéstől, és adott esetben bírságot is kiszabhat a választási bizottság. Említettük a térségi területi bizottságot. Milyen kapcsolatban vannak önök, illetve mi az a munka folyamat, amely kapcsán találkoznak? Hát ugye minden megyében a megyei közgyűlések területi választási bizottságot választanak, ott ugyanúgy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy főleg jogászok a tagjai, hiszen törvényben jártas személyeket kell oda választani. Bizonyos határozatokkal szemben, vagy kifogások elbírálásával szemben a másodfok, tehát ahol fellebbezni lehet a területi választási bizottság, de vannak olyan ügyek, például a médiával kapcsolatos kampánycsend sértések, vagy bocsánat, ezt rosszul mondtam, mert kampánycsend már nincsen, tehát a választás tisztaságát sértő cselekedettek, amik médiával kapcsolatosak, ott első fokon a területi választási bizottságok járnak el. Tehát volt olyan is, hogy hozzánk nyújtottak be ilyen kifogást, ami a médiával volt kapcsolatos, azt hatásköri okokból mi áttettük a területi választási bizottsághoz. Elnök helyettes úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, megismertük az önök munkáját, és most mit kívánjon ilyenkor az ember? Inkább ne legyen dolguk, ugye most 5 évig, tehát olyan komolyabb nagy munkájuk inkább ne legyen, de azért ott vannak, ha kell, akkor. Hát így van, én is. Ha a közgyűlés 5 évig nyugodtan, stabilan tud működni, akkor nincs dolgunk. Hát mondom, lemondás esetén, azt pedig ugye természetesen olyan gondolni sem merek, hogy nehogy Isten valamelyik megválasztott képviselő halála esetén kellene eljárnunk, de hát én is azt annak örülnék, hogyha 5 évig most nem kéne semmit csinálnunk. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy itt volt és tájékoztatta a nézőinket. További szép estét önnek. Kedves nézők, mi pedig, amíg Helcser lesz a stúdióban, egy előző este készített összeállítást vetítünk le önöknek. Stábunk kint járt a választó szervezetek, jelölő szervezetek székházaiban, és ott készítettek interjúkat. Ebből raktunk össze emlékeztetőnek, nosztalgiából egy kis csokrot, aztán folytatjuk a beszélgetés sort. Az első eredmények nem túl kedvezőek az LMP számára, mondta Horváth Zoltán. A párt polgármester jelöltje azonban még bízik a változásban. Gyengébben szerepeltünk, mint 4 évvel ezelőtt, az eddigi adatok alapján, meg gyengébben szerepeltünk, mint ahogy gondoltuk volna, vagy szerettük volna. Én remélem, hogy azért fog feljebb menni ez a százalékos arány a jelöltjeinkre. Én azt hiszem, hogy mindent megtettünk, nagyon sokat küzdöttünk, nagyon sokat dolgoztunk a kampány alatt is, meg hát az előző 4 évben is. Reméljük, hogy egy picit azért még magasabb eredményeink lesznek. Az idei évben elért országgyűlési és európai parlamenti választási eredmények alapján Horváth Zoltán úgy véli, reális elvárásuk egy 6-7% körüli eredmény lenne.
Televízión és az internet segítségével is követik a választási eredményeket a Jobbik Kiskar utcai irodájában. Balassa Péter, a párt polgármester jelöltje, bizakodó. Mi frakciót szeretnénk alakítani. Tehát ha szombathelyen mi frakciót tudunk alakítani, akkor nagyon-nagyon jól fogok aludni, ha egyáltalán valamikor ágyba kerülünk. De tényleg, tehát mi a realitás talaján voltunk az első pillanattól kezdve. Frakciót szeretnénk alakítani, országosan erősödni szeretne a Jobbik, és úgy látom, hogy erősödik is. Helyi szinten a körzetekben nagyon nem látok esélyt, hogy körzetet nyerjünk, de ez, hogy stabilan ott tudunk lenni a harmadik helyen, ez nagyon biztató. Balassa Péter elmondta, abban egészen bizonyos, hogy a 2010-es eredményeknél jobbat ér majd el a párt a mostani választáson. A Prószavária jelenállás szerint egyéni választókerületben nem szerzett mandátumot, a töredék szavazatok arányában azonban kompenzációs listáról egy képviselőt, Molnár Miklóst küldhetik a közgyűlésbe. Az eredményváró összejövetelen Prugberger Emil az egyesület elnöke értékelt. Az, hogy egy civil szervezet beleszóljon a város életébe, arra igenis igény van. Én azt hiszem, hogy ezt a polgárok felmérik, és ezért alakult ez a szervezet, a Prószavária szervezet, hogy beleszóljunk, méghozzá aktívan beleszóljunk a város életébe. Jó. Jelenállás szerint 6 egyéni választókerületet nyernek a baloldali összefogás képviselőjelöltjei. Horváth Attila, Horváth Soma, Tóth Kálmán, Ceglédi Csaba, Nemény András és Kelemen Krisztián szerzett mandátumot a közgyűlésbe. Nagyon sokat dolgoztunk. Szeretném megköszönni a Derkovics lakótelep észak-keleti részének lakóinak azt, hogy megválasztottak képviselőjüknek az elkövetkezendő 5 évre. Én nagyon örülök annak, hogy tulajdonképpen június 30-a óta jártam személyesen a választókörzetet, rengeteg emberrel beszéltem, és nagyon örülök annak, hogy az emberek értékelték azt, hogy mi hiszünk egy olyan programba, aminek az a lényege, hogy egy biztonságos és fejlődő város részé váljon a Derkovics lakótelep. Most erre az eredményre elég nehéz lenne azt mondani, hogy nem örülök neki. Hát nyilván elképesztően boldog vagyok. Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly csapatmunka volt, és én mindenkinek szeretném megköszönni, aki ebben nekem segített. Fogalmunk sincs még arról, hogy a polgármester választásnak mi lesz az eredménye. Én azt tudom, hogy ez csak egy első lépés, és innentől kezdve kell bebizonyítanom, hogy az a bizalom, amit most megkaptam, ez nem volt egy elhamarkodott bizalom, és ígérem azt, hogy meg fogom hálálni, és nagyon keményen fogok dolgozni a körzetemért. Én azt hiszem, hogy ez nem az én érdemem, ez abszolút az ott lakók érdeme, mert látszik azért, hogy országosan más tendenciák vannak, mint egy ilyen helyi, rendkívül összetartó közösségben, mint ami miénk ott a déli város részen, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ő érdemük az, hogy egy olyan embert próbáltak választani, aki helyi, aki ott lakik, aki talán jobban érti, érzi a problémáit a területnek. Kicsit nehezen beszélek, nem nagyon számítottam ilyen mértékű győzelemre, de azt hiszem, hogy az a befektetett munka, amit mondjuk beletettem tényleg most azt mondom augusztus óta, meg az, hogy az emberek nagyon sokat segítettek a tanácsaikkal, beengedtek a házaikba. Ezt nem lehet semmivel sem elmondani. Az érzés, amit most érzek, az pedig leírhatatlan. Jól alakul a választás a baloldali összefogás számára, így értékelt Ipkovics György, szoros a meccs a polgármesteri címért. Hát én úgy gondolom, hogy országosan példát tudunk mutatni egy baloldali összefogásról és a jó eredményekről. Hát 50%-os feldolgozottságnál jelenleg mindenki izgul. 5 körzetet nyertünk eddig, hát izgulunk a többiért és izgulunk a polgármesteri helyért. Most jelenleg ez a feladatunk. Itt mindenki ezt a kérdést taglalja, vitatkozgatja, de én megmondom őszintén, hogy azt a munkát, amit a csapat csinált, azt rendkívül magasra értékelem, és az, hogy fejfej mellett haladunk itt a kormányzó erőkkel egy olyan egyenlőtlen küzdelembe, amit most már harmadik választáson keresztül érzünk, én azt mondom, hogy minden tiszteletet és minden elismerést megérdemelnek a jelöltjeink. Akkor élőben is nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Ipkovics Györgyet. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívást, és gratulálok a testületben való részvételhez, hiszen most ugye úgy szólítatom, hogy képviselő úr. Így igaz. Nagyon
sokan a jelöltek közül nagyon szépen fogalmazták meg azt, hogy mi ennek az eredménynek, ennek a jó eredménynek a hátterében mi húzódik meg. Valóban egy baráti közösségről is van itt szó, valóban egy egymásért küzdeni képes csapatról, amit elhangzott az éjszaka során? Hát először is én szeretném megköszönni azt a rengeteg szavazatot, amit a szombathelyiek ránk adtak, rám is, és a stábtagjaira, a csapatra, és ezzel hozzá segítettek bennünket Dunántúl legjobb eredményéhez a megyei jogú városok között, és ez, erre nagyon büszkék vagyunk, még akkor is, hogyha ez a polgármester választás egy 20,5%-on elment. Ez egy nagyon értékes tapasztalat nekünk, nagyon összehozta azt a társaságot, akik küzdöttek ezért az eredményért. Lehet mondani, hogy ebben a választási kampányban, függetlenül attól, hogy rengeteg sok szervezet vett benne részt, civil szervezet, Éjjel-Szombathely Egyesület, pártok, mozgalmak, szolidaritás, DK, szocialista párt együtt. Tehát egy rendkívül színes volt a paletta, egy összeforrott, ütőképes, klassz társaság jött össze, akik most miután kiegyenlítődtek egyébként Szombathely városában az erőviszonyok, hozzáfog ahhoz, hogy a maga programját, a maga elképzelését érvényesítse és érvényre juttassa. Én úgy gondolom, hogy ehhez mindenféle reményünk meg is van. Én azt hiszem, hogy ez az itteni siker, ez országosan is nagyon komoly eredményt jelenthet mindazoknak, akik a fővárosban indultak, illetve hát a pártok központjaiban, hogy lám-lám valahogy úgy kellene csapatot formálni, ahogy a Szombathelyen tették, vagy például Szegeden tették, de mondhatunk több olyan várost is, ahol ez egy sikeres történet volt. Minden esetre én úgy érzékelem, hogy ez a Szombathelyi, ez egy ilyen nagyon-nagyon jó példa. Én is úgy értékelem, és próbáljuk is mintaként kínálni az országos politika felé. Önök nem hallottak nálunk veszekedést, civakodást, kibeszélést, egyebeket. Mindenki összedugta a vállat, és ugyanazért a célért dolgoztunk. És most már a harmadik választás volt ez az idén, hogy ez a csapat összeszokva harcegyetten csinálja a dolgát. És lám-lám, ez a siker titka. Tehát erre felé kell elindulni, kitűzni a célt, kiválogatni a megfelelő embereket, aztán összeállni és együttesen csinálni a dolgainkat. Én most mondom, hogy ha következő választás lesz, ennél sokkal jobb eredmény van, úgyhogy jó lesz, hogyha vigyáznak velünk a fideszes barátaink, nagy valószínűséggel lenyomjuk őket legközelebb, mint a bélyeg. Mi a helyzet azzal a felállással, hogy ugyan nem polgármesterként, de hát azért mégiscsak ott lesz dr. Ipkovics György a mostani közgyűlésben. Ugye a közgyűlésben nem láttuk mostanában mert dr. Ipkovics Györgyet, benne. Így van. Most benne leszek. Volt egy kis elvonási tünetem, megmondom őszintén. Tehát én azért ebbe a városba 90 óta élek közéletet. Hiányzott, főleg amikor a hibákat láttam, a hiányosságokat, a teszefoszaságot, időnként a pipogyaságot. Szóval az ember ezt messziről nehezen éli meg. Nyilvánvaló, hogy nem személyes kérdést csinálunk a választásból, hogy most az ember nem lett polgármester, akkor megsértődik. Nem, megköszönöm, ez is egy nagyon szép eredmény volt, na de a lényeg az, hogy mit akar csinálni az ember, és ma tartottunk egy sajtótájékoztatót, és felszólítottuk a polgármester urat, hogy kapja már össze magát, hívja össze a testületet, mert mi szeretnénk októberben megtárgyalandó napirendi pontokat letenni az asztalra, a parkolásgazdálkodásból, a kiskertekből, a járóbeteg ellátásból, a szociális ellátásból. Vannak konkrét elképzelésünk, amiket elétártunk a választóknak. Hát ezt mi nem luftballonnak szántuk, hanem megvalósítandó programnak, és miután a választók kegyelméből olyan helyzetbe is kerültünk, hogy ebbe érdembe is bele tudunk szólni, bizony elvárjuk a városvezetéstől, ha már egyszer megküzdött a pozíciójáért, akkor teljesítse a kötelezettségét, fejezzük be azt szájtátiságot, kezdjük el a munkát és csináljuk. Hogy tudná bemutatni a csapatot, akik majd ott ülnek a közülésben? 9 tagú lesz így ez van. A frakció. Mi jellemzi majd ezt a munkát, amit megkezdenek ott? Azt látom, hogy nagyon határozott elképzelésekkel indulnak neki majd. A választásnak is határozott elképzeléssel indultunk neki, nem titkoltuk a város előtt a programunkat, és ezt a programot szeretnénk is megvalósítani. Most, hogy a választó úgy döntött, hogy elvette a Fidesztől a többséget, rá van utalva más politikai erőkre, eközül nekünk van olyan programunk, amik nyilvánvalóan a választók nagy részének tetszik,
üljünk le, beszéljünk meg és csináljuk. 9 képviselőnk van, van közt Éhen-Szombathely elnöke, DK-s, együttes, MSZP-s, tehát mindenféle válogatott társaság, de ugyanazt akarjuk, és ezt a mai sajtótájékoztatón nem is titkoltuk, hogy mi ezt az együttműködést hosszú távra szántuk. Ez nem egy alkalmi összejövetel volt, vannak a várossal kapcsolatban határozott elképzeléseink, állítólag forrás is lesz, hát egész választási kampány arról szólt, hogy mennyi pénz fog a házhoz állni, neki kell állni, azt meg kell csinálni. Ugye vannak azért szabályok, tehát egy beruházásnak, vagy egy fejlesztésnek, ugye van pályázati oldala, a forrásszerzési oldala, a tervezési oldala. Ezeket nem beszélni kell róla, elő kell venni, végig kell csinálni, aztán lebonyolítani. Hát ebben nekünk egész jó referenciáink voltak korábban. Most nem látom ezt az ütemezett tevékenységet, és hogy ott maradok a közgyűlésben, és figyelem, elkísérem, és alakítom a ottani dolgokat, hát nagy részt ennek köszönhető, hogy szeretném látni. Ugye a megtett ígéreteknek van eleje, közepe, meg vége, és most hol tartunk ezekben. Európai Uniós pályázatok említette, hogy nagy pénzeket vár a város. Ezek a projektek újak lesznek, illetve mi a vélemény azokról, amelyek megkezdődtek, azoknak folytatódniuk kell, gondolom, hogy ezzel egyetértenek. Hogy ugye vannak, amik európai forrásokra épülnek, de vannak, amik saját elképzelésekre vagy lehetőségekre, ipari park létrehozása. Hát ugye azt mondtuk, hogy meg kell szüntetni ezt az áldatlan állapotot, hogy pereskedünk a szomszédunkkal, azt közben nem használjuk a 600 hektáros területet. Vannak elképzelésünk a közlekedés átszervezésével, az aditér kitelepítésével, buszpályaudvarra, megvan a feltételrendszer, korábban ezt megteremtettük, csak nem láttuk azt az ütemezett tevékenységet, ami ezt a célt szolgálná. Tehát én úgy gondolom, hogy most egy egész erős ösztökét kapott a polgármester úr a személyünkbe arra, hogy célzottan, irányultan, céltudatosan, a forrásokra építve kezdjön el dolgozni végre az önkormányzat, és ne a korábbi magába burkolózó, ködös dolgok mögé rejtőző, időnként bűncselekmény gyanúját is felvető tevékenység folyamán, hanem a városépítő tevékenység. Első felvetésünk nyilvánvalóan a nyilvánosság visszaállítása lesz a közgyűlésben. Hát ugye a korábbi ciklusban azzal kezdték az urak, hogy kicsöpörték a városi tévé közvetítését a közgyűlésről, pedig felmérések szerint a városlakók nagy része nézte, hogy mi történik a közgyűlésben. Nem csodálom, hogy megszüntették, hát olyan túl sok dicsekedni való azzal, ami ott zajlott, nem volt, vissza kell hozni. Hadd lássa a választó, hogy az ő bizalmából oda kerültek, mit csinálnak, hogy döntenek az ő sorsukról, hisz itt mindannyiunk sorsáról van szó, vissza kell hozni a nyilvánosságot. A magában a fizikális valóságban, tehát a közvetítésben is, meg transzparensé kell tenni a döntéseinket. El kell mondani, hogy minek mi a vége, és eloszlatni a korrupció, vagy pedig a mutizás gyanúját is, még az árnyékát. Mire számíthatunk ezen közvetítések kapcsán, amennyiben valóban visszaáll majd ezen nyilvánosság? Milyen hangulatú lesz egy-egy közgyűlés? Várhatók esetlegesen éles viták? Hogy látja? Mert azért tapasztalat az hatalmas van. Hát igen, éles mögött. Vitákhoz voltam szokva, ugye engem nem nagyon kiméltek, igen, tisztelt ellenfeleim. Na de hát ez ilyen műfaj, aki szokták mondani, rossz lánynak szegődött, annak olyat is kell csinálni, amit nem mindig szeretne. De hát ez így van egy politikussal is. Aki be akar kerülni a testületbe, aki a közösség sorsát akarja formálni, hát annak el kell viselni azt a kritikát, bírálatot, ami ehhez fűződik. Tehát itt ez nem babaruházgatás, meg balettáncolás, hanem ez egy kemény politikai munka. Adunk, kapunk sebeket, adunk sebeket, de ez a vele járója, ezen kell ezen megsértődni. Az egyéni képviselőket nyilván támogatni fogják majd mindenben, amit a körzetükben szeretnének megvalósítani, mert nyilván mindegyiknek megvan a maga elképzelése, talán prioritásokat is kell majd felépíteni, de nyilvánvaló, hogy támogatják majd mindenben. Az egyéni képviselők példátlan módon végigjárták az egész választókerületük, szinte valamennyi, van, ahol van, aki kétszer is lejárta a választókerületét. Pontosan tudják, hogy a választókerületekben mire van szüksége az embereknek.
egész nyilvánvaló dolog, hogy ők ezt meg fogják fogalmazni, le fogják tenni az asztalra, mi pedig teljes gőzzel támogatjuk az ő elképzeléseket, tehát azért vagyunk, azért kerültünk be. Egy humoros eset, az egyik képviselőtársammal kiraktuk az egyik bolt mellé egy olyan útszakaszra, ahol elég nagy a forgalom, egy lakótelepen, és nincs átkelője, hogy egy ilyen zebra volt festve, itt zebrát építünk. Magától értetődő, hogy az első feladatok egyike ott zebrát építeni, és ha már egyszer megígértük, azt be kell tartani. Tehát nem csak nagy dolgokból áll a képviselősködés, meg a városvezetés, és időnként én úgy látom, hogy sokan ezt el is tévesztik. Tehát itt nem csak óriás beruházásokról, itt bizony városgondnoki feladatokról. Ki kell menni, megnézni, hogy szemetes-e az utca, lenyírták-e a füvet, és nem 4 évenként egyszer, hanem amikor nő, akkor kell ezt megoldani. Ja, kérem, hát ugye arra kell pénz, paripa, fegyver, felszerelség, figyelem és gondosság, hogy ezeket meg lehessen csinálni. Mi ebben változásokat ígérünk Szombathelynek, és azt az erőt, amit adtak nekünk, arra próbáljuk használni, hogy ezek a kedvező változások bekövetkezzenek a városban. Erős kontrollra számíthat akkor a Fidesz-KDNP frakció? Hát, kontrollálni tevékenységet lehet. Hogyha nincs tevékenység, akkor ösztönözni lehet. Mi elsődlegesen most ösztönözni szeretnénk, mert csináljanak már valamit, és ne a választási eredményekkel bíbelődjenek, meg hogy megtámadják, meg nem. Hívják össze a közgyűlést, alakuljon meg a közgyűlés, letettük azokat a napirendi pontokat, amiket sürgősen megtárgyalásra javasolunk, vagy elfogadják, vagy nem, de induljon meg az érdemi munka. Elég volt eddig a választásokból, most neki kellene állni dolgozni. Hát azért vagyunk ebben a gyönyörű városban megválasztva képviselőknek, hogy szépítsük, gyarapítsuk és csináljuk a dolgunkat. Azt már lehet tudni, hogy a frakciónak ki lesz a vezetője? Van már erről megállapodás? Ez még nálunk is hátra van, hát ugye több frakció rész van, ugye mi szeretnénk egy frakciót alkotni, mert úgy van súlya 9 embernek egy 20-tagú közgyűlésben, hogyha az egységesen képviseli, de hát van nekünk civil szervezetünk, az Éjjel Szombathely, onnan is sikerültek. Van nekünk demokratikus koalíciunk, van nekünk szolidaritás, egy szocialista párt, mégis úgy akarjuk ezt valahogy megoldani, hogy ez egységes színezetet adjon a tevékenységünknek, mégis biztosítva a frakción belül az egyes frakció részek autonomitását. Tehát nem akarjuk senkinek az önállóságát elvenni, de ez a siker, ez közös, meg a munka is közös lesz, ami hozzátartozik. Nagyon szépen köszönöm dr. Ipkovics Györgynek, hogy elfogadta a meghívást, és jó munkát kívánok a közgyűlésben, köszönöm. Önnek is és valamennyi frakciótagnak. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk akkor majd a beszélgetés sót, ám előtte idézzünk fel még két megszólalást az előző éjszakából. Balassa Péter és Molnár Miklós véleményét látják hamarosan. Felemás érzések vannak bennem. Először is hadd köszönjem meg minden egyes Szombathely megyei jogú város lakójának, hogy elment és leadta a voksát, ki így, ki úgy. Egy biztos, hogy Szombathely társadalma, fogalmazhatok így, egy kicsit úgy érzem szétszakított. Nem erre vártam, én megmondom őszintén, az előzetes felmérések alapján, és nem gondoltam volna, hogy 9-9 arányba fog a Fidesz és a baloldali összefogás képviselőket adni a testületbe. Számomra meglepő, de el kell fogadni a választóknak az akaratát. Magam eredményével kapcsolatban majd ezt kiértékeljük helyi szinten, megyei és országos szinten. Nagyon köszönöm tényleg azoknak, akik rám szavaztak és a bizalmat bennem látták, vagyis a Jobbik Magyarországért mozgalomba. Minden egyes képviselőtársam nevébe szeretném megköszönni azoknak, akik a Jobbik Magyarországért mozgalomra szavaztak, és látva az országos eredményt, nagyon pozitívan kell, hogy értékeljem. Nagyon sok helyen polgármestert adott a Jobbik Magyarországért mozgalom, és 2018-ban, 2019-ben a Jobbik Magyarországért mozgalom lesz az a politikai párt, aki kormányváltó erő lehet. Ez biztos, ez a mai nappal eldőlt. Egy kicsit visszatérve a helyi dologra és a saját eredményemre, én csalódott vagyok. Én a legelső sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy mindenféleképpen frakcióba gondolkodunk, szeretnénk frakciót alakítani, de sajnos ez nem sikeredett. Ennek meg kell vizsgálni az okait. Csalódás. Tehát ebből a szempontból csalódás, mindenféleképpen frakciót szerettünk volna alakítani. Ma egyelőre
választási napon vagyok. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki a Proszavári Egyesület jelöltjeire szavazott ezen a napon. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus eredményt értünk el. Mi egy civil szervezet vagyunk, és 2002 óta folyamatosan jelen vagyunk a közgyűlésben. Ugye ezzel az 5 évvel megtoldva, hiszen most 5 évre szól a választás, azt jelenti, hogy egy civil szervezet egy megyei jogú városban 17 éven keresztül lesz folyamatosan jelen a közgyűlésben. És ez azt gondolom, hogy országos rekord, Guinness rekord Magyarországon, mert nincs más ilyen civil szervezet megyei jogú városban. És hát mi ugyanazok vagyunk, mint 2002-ben voltunk, szakmaiságot szeretnénk képviselni a város működésében. Azt gondoljuk, hogy a jó politikai döntésekhez is kell jó szakmai háttér, hogy azokat jól lehessen végrehajtani, és úgy értékeljük, hogy a város lakossága is úgy döntött, hogy erre szükség van. Egy rendkívül kiegyensúlyozott közgyűlés alakult ki. A mi célunk az volt, hogy jelen legyünk a közgyűlésben, ezt a célt elértük. Van egy komplex programunk, ami a felvezetésben is elhangzott, ez a 10x5 gondolat a város jelenéről, jövőjéről. Ez egy gazdaságfejlesztésen alapuló városfejlesztési program, amelynek ugye a fő motivum az, hogy mi 10 év távlatában egy 90 ezeres várost képzelünk el, minden pozitív hatásával együtt. Erről beszéltünk ugye a választási kampányban, és úgy értékeljük, hogy a város lakossága úgy döntött, hogy ez a program támogatható, és lehetőséget adtak nekünk arra, hogy a közgyűlésben képviseljük továbbra is ezt a programot. Nos, egy kicsit kipihenve, bár ma tanított is, szabadegyetemi előadása is volt, de töretlen lendülettel stúdiónk vendége, dr. Katon Attila történész. Köszönöm szépen, hogy Attila, hogy megint itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívást. Hát pihenése nem sok időd jutott. Hogy nem, telt a mai napod? Hát tényleg, mint egy hétfői nap. Csak egy kicsit fáradtabban gondolom. Igen. Lehet pár gondolatot kérdeznem a szabadegyetemi előadásodról? Hol volt, mi volt? Hát most a szabad egyetemi előadás az ilyen szombathelyi várostörténeti kurzusáról szól, tehát a harmadik fél év kezdődött meg, és most a 19. század második felénél vagyunk. Aztán hát csorognak az előadók és az előadások, és hát a 20. század közepéig tartanak ebbe a fél évbe. Sok a látogató most is, ahogy az előző fél évben olyan, voltak? Igen, most olyan 41 néhányan voltak. Ez nagyon jó. Szép. Igen, igen. És szép. Tényleg azt mondhatnám, hogy érdeklődő, stabil közönségről van szó, akik nagy örömünkre nem csak az előadást nézik meg, hanem fél év végén hajlandók még vizsgát is tenni. Tehát, hogy a város géniuszai lesznek, ugye? Tehát gyakorlatilag Szamária géniuszai lesznek majd ők. Minden esetre a városról nagyon-nagyon sok mindent megtudnak majd, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy ismerjük azt a várost, ahol élünk, annak a múltját, annak a jelenét. Hát most a jelenéről beszélgetünk, ahogy tegnap éjjel is tettük, megvan a vége, illetve hát bocsánat, még nem jelenthetjük így ki, de nagy valószínűséggel marad az az eredmény, amit a híradó tudósításunkban fel is rajzoltunk. 9 baloldali, 9 jobboldali frakcióbeli tag, és hát lesz egy jobbik, illetve egy proszaváriás képviselő a testületben. Nagyon nehéz munka várható, de neked erről mi a véleményed, mint történésznek? Így van, úgy gondolom, már tegnap este is lehetett érezni az események kapcsán, hogy tulajdonképpen a kompenzációs listán alakulnak el majd a dolgok, tehát azt lehetett látni, hogy az egyéni körzetekben nagyjából kiegyenlített lesz, még ha nem is így alakult volna, tehát 9-9-re, még akkor is technikailag is nagyon nehéz. Tehát most végül is egy patthelyzet állt elő, hogyha így nézzük, ugye? És hát a két képviselő, részben a Jobbik, részben pedig a proszaváriás képviselő, hát sorsában van, vagy kezében van itt a városnak, sok tekintetben a sorsa. Ugye ez az a klasszikus helyzet, amit a politológia úgy nevez, hogy a farok csóválja a kutyát. Tehát most ez a két képviselő tulajdonképpen nagy számlát is be tud nyújtani a város vezetését hivatott oldalnak, ugye, hogy milyen feltételekkel folyik ez az együttműködés. Nem tudom, hogy ez hogy lesz, tehát valószínű onnét valamelyikük beáll tulajdonképpen a kormányzó többség közé. Hát az embernek típje van, de majd a végén aztán kiderül. Nyilván ez egy alku folyamatok része lesz, ami nyilván a politikának így természetes folyamatványa. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ez egy vékony jégen való táncolás története lesz.
nem olyan egyszerű. Elméletileg lehetne más irányt is venni. Ugye elméletileg azért, tehát ne felejtsük el, hogy vannak olyan országok, amelyik ilyen helyzetekben a szélesebb koalíciós együttműködést hát választják. Mondjuk ki, mondjuk egy nagy koalíció, tehát mondjuk, hát, mint akár a német. Így van, így van. Itt ugye ezen a szinten, önkormányzati szinten nyilván nem annyira nagy koalíció, uh-huh. inkább azt mondta, hogy közös projektekről lenne szó. Uh-huh. Így van, uh-huh. tehát valami olyan ennek dolog. Ennek látod esélyét, Attila? Szerintem biztos lesz olyan, tehát azért nem hiszem, hogy a irracionalitás mozgatja a szereplőket, hanem mind a kettő azért a racionalitás talaján akar állni. Mind a kettőnek van azért, mind a két oldalnak van városvezetési tapasztalata, gyakorlata, tehát úgy fölöslegesen kár egymást azzal. Tehát úgy olyan helyzetek elé állítani a másikat, ami a lehetetlenséggel azonos, hiszen azért költségvetéseket kell csinálni évről évre. És most mindegy, hogy itt a eladósodás ügyében mit meg hogy látnak, de hát nyilván, hogy is mondjam, ez az óra most is pörögni fog majd a jövőben, tehát hiába törölték el valamilyen szinten az eladósodás mértékét Szombathelyen, hát ugyanannyi pénzt el is vontak, mint amennyi az éves adósságtörlesztés volt, tehát tulajdonképpen ott vagy, ahol a part szakadt, tehát ez egy jó kommunikációs trükk volt, de azon túl nem több. Ilyennel lehet, nem tudom én, napról napra élni, de hosszú távon nyilvánvalóan nem. Most a város érdeke azért a konszenzualitás lenne. Uh-huh. Úgy gondolom, az egy nagyon fontos dolog, és hát nem tudom én, majd tanulnak. Nem ezt a politikai kultúrát látom Magyarországon, de bízom benne, hogy 2020-ra uh-huh. megjön az embereknek az esze, uh-huh. és rájön arra, hogy az a politikai kultúra lesz az érdekesebb, amikor a konszenzualitás a fontosabb. Jó kompromisszumot kötni mindig nehezebb, mint intranzigensnek lenni, elutasítani mindent, és csak azt gondolni, hogy az én elképzelésem jó. Nekem ez a véleményem. Uh-huh. Attila, érdekes gondolat az is, amit sokaktól hallottam, akikkel beszélgettünk a választások mikéntjéről, illetve annak lehetséges megváltoztatásáról, hogy már eleve a jelöltek listája egy jelölő szervezetnél úgy álljon össze, hogyha egy mód van rá, minden egyes szakterületről, egészségügy, építészet, gazdaság, stb. Oktatásügy, mindenhonnan legyen egy úgy jeles ember, aki személyiség is önmagában véve, és ahogy Ipkovics György is elmondta, de nyilvánvaló, hogy a jobb oldalon is ezt szemügyre vették, hogy abban a körzetben ő egy ismert ember legyen. Ha másképp nem, úgy ismerjék meg, ahogy mondjuk néhányan megtették, hogy nem voltak kellően ismertek, és akkor végigjárták kétszer is, akár az ott élő embereket bekopogtattak hozzájuk. Tehát elképzelhető, hogy egyszer majd lesz egy ilyen lista is? Mert ez lenne a jó, hiszen bizottságok fognak felállni, hiszen különböző szakterületeken kell előterjesztéseket készíteni, és nem a döntés csak a lényeg, hanem az, hogy az az előterjesztés, az milyen minőségű. Így van. Szóval az a gond, hogy 90 tájéken azért így indult ez a dolog, most mindegy, hogy kicsit sok volt a civil, de azért a civilek között az adott szakterületen tapasztalatuk volt. Ha nem is mondanám, hogy értettek hozzá, mert nyilván egy tanár mit ért a közoktatáshoz, tapasztalata van, ugye? Nem biztos, hogy az oktatás szervezésbe és az egész problémára való rálátásban olyan jól teljesítő, tehát, és ezt minden szakmánál mondhatnám. Én azt látom, hogy ez az áldatlan politikai küzdelem, amit az elmúlt két évtizedben végbe ment Magyarországon, ez tulajdonképpen a szakértelmiségeket háttérbe léptek, ugye? Tehát, hogy nem igazából presztízs, hogy valamelyik politikai erő mögött így szakértelmiségiek állnak. Ez egy nagy hátrány, aminek el kell, hogy múljon, vissza kell, hogy térjen egy politikus, az politikusként kell, hogy viselkedjen. Uh-huh. Szerintem egy szakértelmiségi, meg legyen szakértelmiségi, uh-huh. maradjon. Tehát, hogyha rossz az egészségügynek a finanszírozása, akkor a szakértelmiségnek azt kell mondani, hogy rossz, és hol lehetne ezen javítani. Azt kell mondani, és nem az politikailag, hogyha én vagyok hatalmon, akkor most így elfogadható, de a másik az meg úgy gazemberséget fog elkövetni. Ez butaság. Szóval ez előbb-utóbb mindenki szembesül a problémákkal. Tehát ez egy jó dolog, hát csoda lenne egyébként, hogyha a politikai erők mögé felsorakoznának a szakértelmiség. Ez kétségtelen mindennek a városnak is jó tenne. Mert akkor egy szélesebb konzultatív formába lehetne, már azokon a területeken, azért szükülnek ezek a területek, de azokon a területeken, ahol van, ott azért érdemes lenne bevonni másokat. Tehát én
kulturális szféránál is, hogyha kell, most nem így a kamerába, de másutt azért tudnék mondani olyan területeket, ahol jó lenne, ha másokat is megkérdezne. Senki ne gondolja azt, hogy ő rendelkezik igazából a jó megoldásokkal. De hát ugye a választásoknál azért néha az emberek elhitetik ezt magukkal, ami nem egy jó üzenet. Ugye a 21. században már ott kéne valahol tartanunk, hogy a választópolgár, akinek problémái vannak, és gyakorlatilag őszintén valljuk be, a polgár az ő problémáira vár megoldást a képviselőjétől. Most ő neki tudnia kellene azt esetlegesen, persze nyilvánvaló, hogy okoskodni könnyű más ember helyett, és nem látunk bele a fejekbe, nem tudjuk miként gondolkodnak, de ki az, aki alkalmas arra, hogy az ő ilyen és ilyen problémáját képviselni tudja, nem megoldani, mert nem ő fogja a megoldást hozni, hanem ő majd megfelelő szakemberhez, megfelelő taktikai elemekkel, felépített stratégiával fogja elérni azt, amire vágyik az adott lakos vagy választópolgár. Tehát azt gondolom, hogy talán nem ismerik előképpen nagyon sok esetben, nem csak helyi jelenség, ez országos jelenség is, azokat az embereket, személyiségeket, akikre lehet a voksukat leadni. Igen, mert szerintem a állampolgárok jelentős része azért nincs is tisztában azzal, hogy mondjuk egy szombathelyi típusú közgyűlés milyen kérdésekben kompetens. Uh-huh. Tehát, hogy az ő problémájának nagyon sok olyan eleme van, ami államigazgatási kérdés. Uh-huh. Nagyon sok olyan eleme van, ami nem ezen a szintű politikában jelenik meg. De azt kell jól ismerni, hogy mi az, ami itt aztán tényleg a képviselőkön múlik. Ha ezt egyébként ez egy kommunikációs stratégia kérdése is, hogyha ők ebben jól tudnak kommunikálni a lakossággal. Most nem az, hogy elhárítani a felelősséget, de hogy ez hozzánk tartozik, ebben illetékesek, hogy a klasszikusokat idézem, akkor nyilván a polgárok is megértik, hogy ez, csak ez a játéktere van. Szerintem sok az illúzió az emberekben, azt gondolták, hogy valaki politikus most országgyűlési képviselő lesz, és akkor ő most mindenhez ért, meg minden dolog hozzátartozik. Ez szerintem nem így működik. Ezt kellene megértetni, és ha ezt megért, akkor az már egy fél siker mindenkinek, mert akkor látom, hogy mi az a terület, amitől várhatnék eredményt. Például ugye városrendezés, az mondjuk egy olyan terület, ugye, vagy mit tudom én, a haladáspályától kezdve most például egy olyan dolog, ami érzed, hogy ebbe ha a közgyűlésnek van beleszólása, ugye, és nem valami külső erő dönt ezekbe a kérdésekbe, hogy milyen szinten van neki beleszólása. Nyilván ott is mondjuk egy stadion megtervezése számtalan jó szabályi feltételeknek kell megfelelni, ami, bocsánat, nem népszavazás kérdése ennek az eldöntése. Attila, csak nagyon rövid válasz mellé jártam is, hogy mit prognosztizálsz, mikorra áll össze a szombathelyi közgyűlés, az új közgyűlés? Hát én úgy gondolom, hogy azért fellebezések lesznek, tehát a riadt lelkek szerintem bizonyos értelemben megnyugodnak, és nyilván rájönnek, hogy kell csinálni, mert a időpont az közismert, tehát október 23-a lehet, kell is, de ha nem, akkor egy héten belül, tehát október utolsó hetében már itt lesz igazából közgyűlés, és akkor lehet birkózni a költségvetés csodálatos mutatványával. Neked nagyon szépen köszönöm, így már most már két napos brilliózásodat, amit itt a műsorunkban produkáltál, és nagyon jó munkát nektek a Génusz Savarensis Szabad Egyetem előadásaival Szombathelyről, minél több érdeklődőt, és minél több okos művelt polgárt Szombathelynek a tekintetben is. További szép estét neked, és jó munkát. Kedves nézők, önöknek hálásan köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha velünk voltak, remélem nem csalódtak ma este sem, és ha tehetik, akkor tartsanak velünk tovább, néhány perc múlva újra láthatják ma esti friss híreinket a híradóban. Ha tehetik, akkor tehát ebben is tartsanak velünk, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Stihl ruhagyár.